végletesen megterhelő volt ott lenni. Nekünk az volt a mázlink, hogy mi az Orsival az elejétől szövetséget kötöttünk, de nem annyira látványosat, mint az Anikó és a Dani. Orsi pedig a te karakteredet illetően, hogy azért neked az emberek a szakmád, a lélek. Hogy játszhattál ilyen? Köszönöm, hogy te mondtad ki. Hol voltál? Tehát, hogy de mit csináltál? Mi a baj? Milyen szakember az ilyen? Na. Kicsit naívnak is éreztem magam, de hát végeredményben csak bekapcsoltak az érzések. Sziasztok, kedves Blik nézők, ez itt a Star Chat következő felvonása, és szerintem az elmúlt időszak legizgalmasabb tévéműsorának három győztes érkezett el hozzánk, az Árulók, a gyilkosság a kastélyban, három, hát most már milliómosa, talán mondhatom így, Tapasztorsi, Szabadosság, illetve Mohai Tamás. Moha, sziasztok! Hello! Hát srácok, mennyi több mint 5 millió forintot sikerült fejenként kasszírozni? 5,3333. Így utólag kár, hogy a törre ilyen sokat költöttem. Ne, az utolsó pillanatban. Nem baj! Hát, amíg vissza lehetne cserélni. Itt van a törröm, 2 milliót, akkor elharmadol. Nem vagyok anyagias, hogy egyből a pénzzel kezdtem, de ha már ebbe belementünk, akkor mekkora részt kap ebből Törőcsik Dani? És amúgy mire költitek a pénzt? Mire költjük a pénzt? Egy százast adhatunk Dani-nak, végül 100 forintot. 100 forintot? 3-3-3-3. Adjunk neki, jó. Mire költjük a pénzt? Hát a tartozásaimat. Bárcsak viccel. Én egy autót fogok vásárolni valószínűleg, mert 20 éve megvan kb. Egy 20 éves Toyotám van, ami most már hát rezeg a léc, hogyha vidékre kell menni, hogy akkor működik-e, egybe marad-e a kiskocsi, vagy nem. Úgyhogy azt gondoltam, hogy meg lesz egy materiális lenyomata legalább, hogy ebből a pénzből sikerült egy autó. Úgyhogy most a ha.hu-t, ez most reklám. Bocsánat, úgyhogy most bújom az oldalakat, ahol különböző autókat lehet találni. Elnézést. Autót veszek valamilyen fajtát. Köszönöm, valamilyen honlapon. Kérlek, valamilyen honlapon. Oké, Orsi, egy reklámmentes mondatot kérlek, ha belehelyeznél az éterbe. Mi majd egyszer egy picivel nagyobb lakásba szeretnénk költözni, úgyhogy arra megy évek óta a csigalassúságú gyűjtés, és ezen kívül pedig ez most ilyen nagyon játssza itt a jó embert, de nem, mert hogy van egy család, egy nagymama egyedül neveli a 4 unokáját, és őket az Insta oldalamon keresztül 5 éve támogatom, és nem én támogatom, csak gyűjtök nekik, és a gyerekek így tudnak túlélni, tehát ez nekik a napi túlélés jelenti, ez a kis pénzgyűjtés, úgyhogy szóval, hogy azt nem tudnám megtenni, hogy oda ne jusson ebből a nyereményből, de amúgy meg egyszer lesz nekünk még egy ennyivel nagyobb lakásunk, és az is. Ez jó. De szép, miért nem engem kérdeztél, Orsi? Igen, először kellett volna az Orsit kérdezni, és akkor utána minket, hogy tudjunk mi is valamiért a igen. Lakás, szóval, hogy évek óta lakásra gyűjtök, mert albérletben élek. Én az összes megtakarításomat, ezt már több helyen elmondtam, a könyvesboltjaimba fektettem, úgyhogy most már itt az ideje, hogy majd egyszer saját lakásom is legyen, úgyhogy ez megy abba az alapba. Hát nem sokra elég ma az ingatlanárak mellett, de legalább egy kicsi hozzájött. Kicsit beszéljünk arról az utolsó adásról, amikor is ugye 4-ből 3-an lettetek, majd pedig kiderült, hogy ti ártatlanokként nyertétek meg az Árulók című műsort. Mennyire volt stresszes? Nagyon jó kis fotóink vannak, nagyon jó kis fotókat készített az RTL. Nagyon-nagyon-nagyon. Ez egy jó kép, ezt ki is tettem. Isteni volt. Mennyire voltatok feszült az utolsó napon? Próbáljátok szavakba önteni, hajrá! Nagyon. De magáért beszél ott az arcok, az arcom, ráadásul tényleg, ahogy a műsor második felétől néztem a végéig, ilyen végletesen megterhelő volt ott lenni. Föl is állt a hajad? Többször. Szóval ez nehéz szavakkal megfogalmazni egyébként azt, hogy mindenkinek azt kívánom, aki egy picit megkritizálja, hogy töltsön el mondjuk 8 napot ott, és a 8-tól a 9. napig ott beszélgetnék utána a 9. napon, hogy érzi magát. Vagy hát hogy amikor azért tényleg mondjuk például Görögzita sírva adta fel a játékot, akkor azért szerintem a nézőknek is kiderült, hogy itt brutális feszültség lehetett bent. És az még az elején. Tehát, hogy igen, az ez kemény volt. Igen. Nem lehet szavakba önteni tényleg, nagyon feszült. Nem csak a döntő volt nagyon feszült, hiszen akkor ott voltunk egy lépésre attól, hogy megnyerhetjük, és azért ott mindenben is, jaj, de szép, a kedvenc játékom volt a boltás.
És milyen jól nyomtad. Anya elég jól nyomta. Fogalmam sincs, mi történt ott. De hogy az egész nagyon feszült volt, nem csak az utolsó pillanatok, mindenben is kételkedtünk, tehát hiába mentünk úgy, hogy azért nagy eséllyel mi hárman ártatlanok vagyunk, azért az utolsó pillanatban még a Moha megszivadott minket, tehát még ott is attól féltünk, hogy mi van, hogyha végig átvert minket. Tehát, mert ugye ráadásul azzal, hogy a Dani nem mondta el, hogy gyilkos vagy áruló, vagy gyilkos vagy ártatlan, azzal ugye megnehezítette a végét, hát nyilván így volt jól kitalálva. Az egész nagyon feszült volt. Moha, az az utolsó pillanat, amikor azt a szemét arcot vágtad. Hát ott szerintem a csajok legalább 3 szívrohamot kihortak. Nem, nekem végig én ártatlan voltam. Nyílt lapokkal játszottam. Tényleg ártatlan voltam, esküszöm. Nem, hogy nagyon most bevallom, gyilkos voltam, de hogy az a pár másodperc játék lehetőségem volt, egy kicsit úgy, hogy én tudok valamit, amit ők nem tudnak. Mivel mi azok voltunk, akik végig nem tudtunk semmit, a többiek meg akik a gyilkosok, akik meg végig előttünk járnak. És én nyilván tudtam már, mikor ők mindketten nyilatkoztak azzal kapcsolatban, hogy akkor legyen vége a játéknak, hogy de durva, hát akkor tudja, hogy ártatlanok, szinte biztos, hogy ártatlanok nem akarnak kitenni senkit, és azt is tudtam, hogy ha rájuk néznék, akkor én már ott örültem, mint az állat belülről, és tudtam, hogy ha rájuk néznék, akkor egyből megtudnák, hogy minden rendben, megben vagyok. Úgyhogy mondom, hogy nem buktatom le magam ezzel a boldogsággal, viszont akkor már nem is kezdek el mosolyogni, hanem csak nézem a tüzet, újjongok, hogy basszus, akkor úgy néz ki, hogy ez megvan, bevitték az ártatlanok a végső döfést, és nyertünk. És éreztem is, hogy ők összenézek, meg készülnek, hogy mi van, hogyha, ha az van, hogy én gyilkos vagyok. És akkor volt egy kis szünet, hogy be kell vallanom, hogy mondtam, hogy természetesen ártatlan vagyok, és akkor feloldottam ezt az apró feszkót, amit ott előtte generáltam. Azt az apró kis. Igen, apró. Végre színészként játszottál először, nem? Így van. Igen. Hogy éltétek ezt meg, Ágnes? Ez nagyon durva lehetett. Bocsánat. Hát figyelj, nekem elrontott egyébként a megható pillanatomat, mert hogy bedobtuk zöld, én azt hittem vége, elkezdtem így könnyezni, mondom, úristen, nem hiszem el, hogy végre először nyertünk, hogy ezt így lehoztuk, ezt a nagyon nehéz játékot, és akkor Jorsi rám néz, hogy nézd már a Moha fejét. Igen. És mosolygott, és boldog volt. Igen. És mondom, Ági, nem. És ránéz a Mohára, én látom, ahogy a mosolyban, mondom, ne, ezt nem viszont. És mindenkinek fogtuk a fejünket. Igen, így. Megfordultam, így elindultam, hogy nem mehetek el, visszajövök, igen. Így ült. Igen. Szörnyű. Nagyon durva vagy. Elnézést. Semmi gond. Egyébként ugye például Bence színészként áruló volt, ugye Zsoltról nem is beszélve az elején, nagyon durván, nagyon jól csinálták szerintem, de nektek, akik ugye végig ártatlanok voltatok, nektek mennyire kellett színészkedni? Gondolok itt arra, hogy ne legyetek túl feltűnőek. Orsi, ugye neked is, illetve hát Moha, neked is volt olyan pillanat, amikor túljátszottátok, pedig nem játszottatok semmit, a többiek szerint túljátszottátok. Abszolút. Ugyan már hát ártatlannak lenni, csak ott ültünk, mint a szobanövények. Tehát most így idézek kommenteket, jó? Nem volt nektek semmi dolgotok, eddig mit csináltatok, azt most ott álltok. Szóval, hogy igen, ez jön le a képernyőn, és ez tökre érthető, hogy ez jön le, mert nem mi voltunk a főszereplői ennek, ennek a műsornak azok voltak a főszereplői, akik gyilkosok voltak. Vagy pedig úgy játszottak ártatlant, minthogyha gyilkosak lettek volna, utalok itt Anikónak a bátorságára. Ami egyszerűen a mai napig nem logikus, egyszerűen felfoghatatlan, hogy ez a csaj hogy úszta meg. Tehát az ártatlanok azok így játszanak, hogy visszalépnek kettőt, és igen, ez baromi nehéz, főleg akkor, hogyha azért van egy erős egyéniséged, és borzasztóan kell tud pozícionálni magad 22 ember között, nyilván ez a szám egyre csökken, de ahogy haladunk előre, pontosan a szám csökkenése miatt egyre inkább kell arra odafigyelj, nem vagyok feltűnő, de van véleményem, igenis nyomozok a többiekkel, soha nem lövök elsőre. Aztán volt, hogy igen, és félrement, de hogy nagyon-nagyon meg kell gondolni, és ott is a félrement lövésem, mert most a Horváth Évára gondolok, de az volt a rohadt nagy mázlim, hogy az Éva sajnos ártatlan volt, hogyha egy gyilkost elkapsz így, hát onnantól kezdve már rajtad van a célkereszt, és vagy megpróbálnak kicsinálni úgy, hogy adjan útrát terelik, vagy pedig kicsinálnak úgy, hogy megölnek éjszaka. Borzaszt, nekem ez volt nyilván a legfárasztóbb, ezt a táncot járni, hogy akkor úgy tudjak helyezkedni, de... Én többször kimondtam például beszélgetések során, hogy azért, mert a konklap a kerekasztalon. Igen, nézett az ember, hogy mi van? És emlékszem, hogy már úristen, kimondtam először, és ugye visszanéztem a műsort, amikor a Leila mondott egy ilyen mondatot, igen, hogy úgy fogsz hozzáérni, igen, megint a vállamhoz, Attila. És én nem abban a csapatban voltam, igen, és nekem nem is mondták el a csapattagok, igen, ezt akkor. Igen.
És akkor azt mondom, hogy úristen, és a Leila bent tudott maradni, hogy nem ejtették ki egyből ezután az elszólás után, és utána én tényleg háromszor vagy négyszer kimondtam azt, hogy konklávé rosszul, de utána hál' Istennek most a törvényt már vágták. Azt nem csak, hogy az ember akaratlanul is, hogyha elrontasz valamit, és onnantól, hogyha ráthúzák vízes lepedőt, kész, akkor véged van. Igen. Úgyhogy ez borzasztó nehéz onnan a bentről. Ági annyira jól csinálta ezt, de talán te voltál. Igen. Volt bárki, aki téged bármikor gyanúsított? Mert én nagyon nem emlékszem erre. Nem, volt egy játék, ugye a vízes játék, amikor egymásra szavazni kellett, hogy ki a legilyenebb, legolyanabb, és ott volt a legmegdöbbentőbb, hogy volt egy olyan, ki a legártatlanabb, és engem hívtak. És akkor néztem szét, mondom, miért tűnök legártatlanabbnak, meg aztán a Moha néha mondta, hogy mik a szappan, mert olyan tiszta tekintettel nézek. Szóval igen, nekem az volt a mázlim, hogy végig ilyen szempontból könnyű volt, mert hogy ártatlanként nem kellett hazudnom, egyébként nem is tudtam volna. Én a felétől tényleg azért imádkoztam esténként, hogy mondjuk ha megölnének se lenne kellemes, de hogy mondjuk így ne hívjanak be gyilkosnak, mert nem tudnám szerintem játszani. Én valószínűleg úgy reagáltam volna, mint Anikó, hogy így remegett, dobogott a szíve, annyira át tudtam érezni, ahogy ő szenvedett a gyilkos szereptől. De hogy igen, ez egy kicsit azért volt tényleg félrevezető, mert hogy úgy tűnt, mintha én itt csöndben a sarokba ültem volna, és nem szóltam volna két szót sem, és az utolsó pár adásban érkeztem volna meg. Én ismerlek, nem, ez köszönöm, nem igaz, hogy nem szólsz. Köszönöm. Mert hogy nyilván én is végig nyomoztam, végig beszéltem, de tényleg, ahogy Orsi mondta, a gyilkosok voltak a főszereplők, az ő szemüvegükön keresztül néztük, meg Anikó jött be a képbe a jó tippjeivel. De az Orsi nagyon szépen összefoglalta, hogy ártatlanként azért tényleg játszani kellett ezzel, hogy amit mondasz, ez tök jó, sem is gondoltam végig, hogy azért nem vagy olyan bátor, hogy egyből bemondasz valakit, hogy szerint, mint amennyire persze, Moha volt bátor, persze, és bajba is sodorta magát. Hogy ezek hárman, akik a... Igen, de... Igen. De az is érdekes még, hogy ártatlanként, ugye nem tudom, hogy gyilkosként milyen attitűdöt vennék föl, vagy hogy nekik hogy kellett egyébként működnie, mit elfedni, mit mutatni, de hogy a gyilkos az, ő tuti, hogy nem igazat mond, ő terelni próbál. Egy ártatlan pedig nyomozni próbál valósan, mert az érdekli, mert az egyetlen menekülő útja az, hogyha kilőjük a gyilkosokat. A gyilkosnak az egyetlen útja az, hogyha nem rajta van a fókusz, és ilyetén szempontból csak abban voltam ugye 100%-osan biztos, hogy az én státuszom az ártatlan, és ugye reménykedtem abban, hogy a többiek is az, és onnan tudtam, hogy mondjuk ő valóban gyilkosa vagy ártatlan, hogy azt láttam mondjuk a szemében, meg neki is, hogy a kétely van a szemében, hogy én vajon gyilkos vagyok-e, igen, vagy nem. Egy gyilkos tudja, hogy ki ártatlan, igen, és ki nem, és hogyha egy olyan két embert látsz, aki rettegve néz egymást, hogy bízhatok-e vajon benned, vagy nem, na az jelentette azt, hogy igen, akkor ő tuti, hogy ő velem van. Aztán a következő napra lehet, hogy módosul, mert behívták, vagy mit tudom én, vagy már más gondolsz utána, de ez sokkal paranisztikusabb bentről. De pont ezért volt egyébként, bocs, a Dani zseniális gyilkos, mert igen, hogy ő viszont az elején elkezdte azt, egyébként hasonlóak voltunk, mert ő se volt megvádolva egész a legvégéig, hasonlóan nyomozgatott ő is, mint én, és ő azt toltuk nagyon vállaltan, akár a kerekasztalon is, hogy akkor nyomozzunk, és annyira igen, benne tudott maradni az ártatlan szerepbe, hiszen így kezdte a játékot, hogy viszont ő ezért nem volt gyanús egyáltalán. És ő úgy is kelt fel reggelent, én beszéltem vele utána, és mondta, hogy mindig úgy kelt fel, oké, ártatlan vagyok. Igen, ez csak igen, persze. Menjünk már vissza arra az utolsó, akkor kerekasztalhoz, nehogy konkrávét mondjuk igen, én is, hogy semmiképp, hogy rátesszük főleg, a... Orsi és Ági felé kérdezem, hogy mi volt tényleg az a pont, hogy nem a Moha a gyilkos, hanem a Dani, mert az tényleg egy legalábbis adásban úgy tűnt, hogy tényleg ez ilyen utolsó órákban volt a fordulásotok. Szerintem itt nekünk az volt a mázlink, hogy mi az Orsival az elejétől szövetséget kötöttünk, de nem annyira látványosat, mint az Anikó és a Dani, hogy aztán össze-vissza védtük egymást, meg együtt voltunk egész nap. De hogy egymásra néztünk, és azt éreztük ilyen nagyon őszinte tekintettel, hogy szerintem tártatlan vagy én is, és akkor megbízunk egymásba. És egy ennyire bizonytalan helyzetben szerintem akaraton is keres egy kapaszkodót, valakit, akiben valamennyire azért mégis meg tudok bízni, különben megörülünk, mint a Moha. És ezért nekünk mi így összekapcsolódtunk, és persze nyilván te is volt, hogy azért úgy voltál vele, hogy behívhattak én is, hogy mi van, hogyha behívtak, és igazából ez volt az egyetlen, ami miatt a Dani a végén nem tudott meggyőzni, és ha Mohát vádolta volna, lehet, hogy meg tudott volna minket győzni, hogy ő a gyilkos, és vele mentünk volna be a döntőbe, és ő nyert volna szerintem. Igen. De vagy kiszavaztuk volna a végén az utolsó, igen, a tűzben. Nem tudom, ott nem tudom, bekapcsolt volna el, hogy vajon ártatlan-e. Nagyon nehéz. Szerintem ez volt talán a mázlink. Ismertétek egymást korábban, vagy ott a játékban találkoztatok? Bemutatkoztunk egy rendezvényen egymásnak, igen, és semmi más, ennyi. Igen. De valahogy ilyen megmagyarázhatatlanul így össze tudtunk kapcsolódni. Hála az égnek. A kattanás, az pedig a Moha viselkedése, hogy ő napok, igen, szoktam mondani, hogy ami a képernyőn lejön, azt meg kell szorozni még 1000-rel, és akkor megkapjuk azt, amit a Moha tolt felénk 0-24-ben, mondjuk ilyen 2-3 napon keresztül. És ez tök jól csinálta, és jól is csinálta, mert az bejut itt egy idő után, hála az Istennek, hogy az bejutott, hogy basszus, egy gyilkos,
ilyen őszintén, ilyen kétségbe esetten, úgy, mint hogyha tényleg az életéhez így az utolsó szálakkal is ragaszkodjon, ezt egy gyilkos nem jó, tudná. Jó, de közben bejön, hogy ő egy színész. És közben meg persze, jó, ott van az, hogy hát jó, ha meg igen, akkor benéztem. Elsősorban, igen. És másosorban színész. Elsősorban vagyunk azok, akik vagyunk, és utána, hogy mi az a szakma, vagy hivatás, jó, amit csinál. Jó, de közben ott vannak a tévékamerák, meg világos. Egy játék. Tehát jó, de más, de ott szerepeket kell játszani, meg én vagyok. Ez a különbség a között, amiket nem, én valaha csináltam. Nem, ezzel itt nem győzöm meg, mert itt pont, hogy arról szól, hogy itt szerepeket ne, kell játszani. Ha gyilkos vagy, akkor igen, de ha ártatlan, akkor nem. Akkor egy az egyben azt kapod, amilyen az ember egyébként. Ez jó, nem is tudom, pedig most. Gyilkosként, ha gyilkos lennél, valószínű, ugyanúgy ártatlan játszani, de ez most nem fog kiderülni, ha csak nem hívnak a következő évadba. De egyébként nekem volt még egy jokerem, azt még szeretném elmondani. Azt néztem igen, valamelyik igen. Nap a műsorban, hogy mondom, úristen, ha te amerikai lennél, te játszanád Jokert. Ez de ha rendes vagy, köszönöm. Jutottam, pont amikor éppen így volt a haja egy 8 irányban. Ez egy bók mindenképp. Hogy bók, de a jó Joker. A Jokert, aki kiderül, hogy jó. Hogy mi miatt lett gonosz, már úgy értem. Szóval az volt, hogy az utolsó, azon a napon a konklávé kerekasztal utáni éjszakán, én beültem a kádba, fogtam a szabálykönyvet, így a szabálykönyv másik oldalán mindig a társaim neve volt felírva, és ilyen jeleket tettem mellé, hogy ő lehet, hogy gyilkos, hogy gyanús, rá lehet terelni a gyanút, hogyha nagyon nagy baj van, kiszóval nekem levezettem ezt az egészet. És volt egy ilyen heuréka élményem, hogy én meghekkelem az egész rendszert, ugyanis volt egy olyan szabály, ami az volt, hogy gyilkos nem mondhatja magáról azt, hogy gyilkos. Mondom, oké, királyunk, az lesz, hogy vége van szinte az egész bulinak, ott ülünk úgy hatan, hogy ebből öt ember rám fog szavazni, és mielőtt még az Attila azt mondja, hogy akkor kezdjétek a szavazást, van-e valakinek még valami mondani, hol akkor azt gondoltam, hogy igen, én szeretnék mondani valamit, gyilkos vagyok. Jú. És hogy körbenéztem volna, és akkor feltételezhetően, hát vagy megbeszéltem volna valakivel, vagy magától jött volna, hogy azt mondja valaki, hogy de hát a gyilkos nem mondhatja magáról, hogy gyilkos, és azt mondom, hogy igen. Na ez jelenti azt, hogy ártatlan vagyok. Durva. Mert hogy a gyilkos nem állíthatja magáról, hogy ő gyilkos, kvázi, akkor ő áll meg, ha kizárnának a játékból. És akkor elmondtam az interjúszobában ezt, hogy megvan a Jokerem, ezt elmondom, és ha valaki erre rácsap, hogy gyilkos nem mondhatja, hogy gyilkos, akkor igen, így mostam tisztára magam, fél perc csend, lapozgatások, és ennyit hallok a mikrofonból, hogy Tamás a 9. oldal, 6. bekezdése volt, hogy ártatlan sem mondhatja magáról, hogy gyilkos, hogy itt tévesszem a többieket. Összetörtem, mondom, nem hiszem el, úgyhogy, de végül ez se kellett ahhoz, hogy higgyenek nekem. Úgyhogy, ami nekem nagyon érdekes volt, és ez Orsi pedig a te karakteredet illetően, hogy azért neked az emberek a szakmád, a lélek felismerése, hogy játszhattál ilyen szarul? Köszönöm, hogy te mondtad ki. Hol voltál? Tehát, hogy mit csináltál? Mi a baj? Milyen szakember az ilyen napot? Volt már, hogy valamit jól csináltam? Komolyan, hogy jutott egy, van egy doktorit fizikából, az hol a zárokparton szerezted? Szóval akkor most elmesélem. Köszönöm. Segítő szakemberekről van egy olyan kép az emberek fejében, hogy egyrészt borzasztó jó emberismerők, hát ez a szakmájuk, ugye azt szeretném mondani, hogy azok a nyomozók, és hogy borzasztóan stabilak, tehát sziklaszilárd, oda dobod be a cápák közé, amikor akarod, de az majd olyan erősen. Na, a segítő szakembernek olyan ember megy, aki borzasztóan érzékeny, azért, hogy másnak a problémájával tudjon kapcsolódni. Problémán egy rámutatott. A problémájával, meg a problémájával. A problémáról beszélsz? Ha nem lenne érzékeny, akkor ezt nem tudnád csinálni. Tehát, hogy jó esetben legalábbis érzékeny emberek azok, akik segítők. Hogyha bekerülsz egy ilyen közegbe, mivel egy érzékeny ember vagy, és érzésekkel operálsz, tehát hogyha velem szembe leül egy kliens, ugye az egy őszinte ember, aki velem szembe leül, mert hogy a problémáit teszi ki, így az összes titkát oda rakja elém, megbízik bennem, és hogy ez egy nyitott játék, engem erre képeztek ki. És akkor igen, ott van az a csodálatos tévhit, és volt is olyan játékos társunk, aki itt ki is mondta hangosan, és ez borzasztó jól is esett nekem nyilván, mert hogy ez nem igaz, tehát hogy az, hogy valaki segítő szakember, természetesen, hogy az emberekkel dolgozik, és pontosan az érzéseivel operál, amivel most megnyert egy játékot. Mert hogy érzés után ment, és érzés után ment. És erre borzasztó büszke vagyok, mert hogy ez rohadt nehéz. Az, hogy az agyamat, meg a logikát, nagyon sokszor kapjuk azt a támadást, hogy nekünk nulla logikánk volt, kérdezném én tisztelettel, hogy milyen logika van egy olyan játékban, ahol nem tudsz tényeket. Igen. Nem tudsz logikát, csak a gyilkosok tudnak felállítani. Azok az emberek, akiknek nincsenek információik, nincs azért az Anikó pár dolgot tökről összerakott ugye az elején, amikor
a Schwabi András érzés alapján. Érzés alapján. Az se logika volt, igen, tudod, akkor, hanem megérzés. Meg akkor még tudod, amikor a gyilkosokat kvázi a szerkesztők választották ki először, vagy az Attila választotta ki, akkor még volt egy olyan képünk, hogy mondjuk, hogyha én egy olyan ember lennék, aki kiválasztaná ebből a 22 emberi gyilkost, akkor biztos, hogy különböző karakterek legyenek, nem tudom. És aztán, nem a Zsoltot ahogy, mondjuk, akinek ilyen gyilkosok. Igen, okay. És aztán, ahogy telt az idő, már egymás közül választottak. A gyilkosok, akik útközben lettek, azok a játékosok által lettek kiválasztva. Igen. Ott már tényleg nem maradt fogóckodó, mert nem azon, hogy ismerjük ezeket az embereket, hanem tök, ha egy baráti társasággal játszom, nyilván könnyen, mert hát te így szoktál hazudni, hát te nem így viselkedsz, ha ez, de mivel most először töltünk együtt napokat ezekkel az emberekkel, így nem marad, nincs, tényleg nincs logika, nem tudsz, hát milyen ügyesen, hát a Dani meg a Bence annyira ügyesen kooperáltak, hogy egyszerűen ember legyen a talpán, aki bentről, információ nélkül ki tudja következtetni, hogy ha ezek gyilkosok volt. Szóval a végén a Dani azt a logikát, amit levágott, így ültünk, hogy hát ez tök igaz, és oké, behelyettesített valakit, hogy magát kimentse, igen, de annyira penge volt az agya, hogy ha ő tényleg, ő volt az agy tulajdonképpen ebben. Ha én voltam a szív, akkor... Viszont ott meg tök jó volt, hogy a Bence téged tett utolsó szavazataként, mert az egy tök erős ér volt nekem, hogy miért tette volna a Bence gyilkos társára utoljára, tehát hogy ennyire értek, nem lesz szenyó. Főleg abban a lelkiállapotban azért ott mindenki rászavazott, szóval sejthető volt. Na, szóval majdnem jó volt a logika. Ki volt számotokra a legmeglepőbb gyilkos? Tehát aki teljesen sokkot kaptatok, hogy... Hát a Dani. Hát a Dani. Azért, mert a Dani ugyanúgy viselkedett. Igen. Tehát, hogy a Dani egy olyan karakter, és ez nyilván kell legyen egy alapanyag, ember alapanyag, aki alapjáraton olyan ember, hogy nem túl sok érzelmet mutat, és ezzel most nem azt mondom, hogy ő egy érzelemmentes ember, de hogy igen, ő ez a karakter, hát aki... Tényleg nem sok. Érzés van belőle, hogy mindig utánozott mindenkit, annyit nevettünk. Nagyon jó. És például most, amikor visszanéztétek az adásokat, illetve a forgatás közben magatokról mit tanultatok, mert azért, ha valami, akkor ez tükör egy ilyen műsor, tehát itt mindenki jön, minden apróság, minden finomság. Látszik, ha 5 óránál kevesebbet alszol. Többet aludtál, nem? Most többet. Picivel látszik, igen. Nekem az talán, hogy mennyire befolyásolható vagyok érzelmileg, és hogy abszolút nem tudom leválasztani. Szóval ezt tényleg úgy lehetett volna játszani, hogy a Dani tudta, de nekem nem ilyen a személyiségem. Meg kicsit naívnak is éreztem magam, de hát végeredményben csak bekapcsoltak az érzések, de engem nagyon elvittek az érzések. Amúgy is felismerted már magadon ezt, hogy bizonyos helyzetekben naív tudsz lenni? Vagy érzelmek tudnak befolyásolni? Hát azt igen, hogy érzelmek tudnak befolyásolni, de hogy ennyire, ez itt azért egy nagyon felfokozott állapot volt, és nyilván az életben azért kevés ember jön ennyire szembe, hogy hazudik neked, legalábbis nem tudom, nekem nem én az életem, őszintében élem ennél. Ezért volt jó, hogy ártatlan voltam, mert őszintén tudtam játszani, de hogy itt azért ennek nagy hatása volt. Meg az is izgi, hogyha megfigyelitek, ugye a vonaton együtt jöttünk, a táblásnál még nem volt gyilkos kiválasztás, elkezdtünk kapcsolódni egymáshoz, és például mi a Zsoltan már akkor elkezdtünk. Bocsot, azt hiszem, nem lehet kiismerni táblához által, ugye jól emlékszem? Igen. Hát elég hamar megdőlt. De hogy összességében, tehát hogy már elkezdtünk kapcsolódni, és például én pont a Zitával együtt utaztam a vonaton, mellette ültem, a legelejétől ott ültünk, és utána meg a Zsolttal nagyon jóban elkezdtünk lenni. És hogy utána már hiába választották ki gyilkosnak, hát én nem láttam a fától az erdőt, meg hát lássuk, azért jól lejátszotta. Anikó valamitől megérezte az elején, hogy a gyilkos lehet, hogy Zsolt, rákattant, ilyen szemmel nézte. Mi viszont az erdőben voltunk, mert azt akartuk hinni, hogy nem gyilkos. 21 voltunk, könyörgöm, tehát ember legyen a talpán, aki ennyire kiszúrta, hát Anikó zseniális volt. Igen. Most itt mit tanultál? Azt, hogy hát sokkal többet képes vagyok elbírni, mint amit azt elsőre gondolnám. Tehát amit így messziről gondolok magamról, de ez már sokszor, nyilván az ember élete során ezzel sokszor szembesül, hogy többre vagyunk képesek, mint amit úgy elképzelünk a kis kanapén ülve. És ez nekem ez erre egy nagyon jó bizonyíték volt ez a műsor. Aha. Soha többet nem vagyok hajlandó 12 órán keresztül forgatni, azért ezt tegyük hozzá. Lehet, hogy bírom, de hogy igen, tehát hogy túl lehet élni. Orsi, első és utolsó tévészet. Igen, köszönjük. Mert általában 12 órákat szólt. Ha nekem tanulságos volt, hogy nyilván tudtam mondjuk, amikor ott a Bencét kiszavaztuk, és kiderült, hogy gyilkos, akkor tudtam, hogy az elmúlt 3 napban ő átvert valószínű engem. De mikor visszanéztem, és láttam azokat a helyzeteket, ahol én rátámaszkodva próbálom a gyilkost így követni vele együtt, azt hiszem, hogy lehetek ennyire hülye, hogy... De közben ez nem azt jelenti, hogy most kevésbé fogok megbízni ezután emberekben,
hanem hogy nem is tudom, nem tudom, egyrésztről azt biztos megtudtam, hogy jobban hihetek abban, szóval, hogy vastagabb lélekkel érkeztem ki. Mert úgy mentem, hogy hiszek magamban, működni fog. Vastagabb lélek. Hát úgy értem, hogy tényleg, hogyha egy csapat van ellened, és bizonyítanod kell ott az ártatlanságod, úgyhogy tényleg ártatlan vagy, és ez sikerült utána, akkor megerősít magadban, vagy az igazságba vetett hitedben valamit benned azt, hogy oké, akkor nekem csak vállalom kell azt, ami van, és játszhatok nyíltan így, mert célt ér végül. Ha leszámítjuk a 12 órás forgatási napokat, azért megérte elvállalni nektek a műsort, mert például Anikó azt gondolom, hogy szinte mint egy image filmet forgattak volna róla, mert hogy sokkal jobban meg lehetett őt ismerni, mint mondjuk Eddie. És ti ezt hogy éltétek meg, hogy megértettet? Hogyne. Hát persze, hát ez egy zseniális megtapasztalás volt, és én szerintem onnantól kezdve, hogy az ember eldönti, hogy melyik oldalon akar harcolni, és az bejön. Uh-huh. Tehát, hogy mondjuk mi így voltunk fele Ágival, Moha biztos, hogy kipróbálta volna magát gyilkos szerepbe, aztán rájött, hogy hát hogy ez így alakult. Tehát, hogy amikor azt szeretnéd, hogy ártatlanok nyerjék ezt a játékot, és abba a csapatba is kerülsz, és aztán ezt tető alá hozod, olyan erős játékosokkal szemben, amire senki nem számított, hogy itt ezt így meg fogjuk fordítani, hát hogy a viharban ne örülnék, hogy ezt mindannyian elfállaltuk, és ezt együtt tudtuk véghez vinni. Na de a Starbucks! Finom téma, nagyon jó vagyok témaváltásban. Egy kis kapaszkodjak. Igen. Nem, tényleg egy pár mondatot azért szeretnék még így a Starbucksról beszélni veletek, mert hát Ági, te ugye érintett, vagy a műsorban, vagy voltál. Ki lesz a győztes szerinted, akár a csajoknál, akár a férfiaknál? Egy tippet, ha tudnál mondani. Hát a férfiaknál biztos, hogy a Brass Bence nyer. Nagyon megkedveltük Árpati lett szerintem, tehát én nagyon szurkoltam neki most hétvégén is, de a Bence azért szerintem jobban boxol. Ti nem kedveltétek? De. Nagyon-nagyon jól játszotta ezt a szerepet, a főúr szerepét, a báró úr szerepét. A lányoknál két esélyes szerintem, azért nagyon szurkolok az Evelynnek, de szerintem a Mazsi egy picit talán esélyesebb, de pont azért szurkolok az Evelynnek. Hát a fiúknál 50-50, a Jenő vagy az Áron, őszintén nem tudom megmondani. Jenővel, igen. Én Áronra gondolok, szerintem ő sokkal jobban bele tudja magát rakni. Moha, te ugye Áronnal játszol sokat. Én mindig az Áronra gondolok. Igen, én játszom meg, nekünk régi, 8 évig voltunk osztálytársak, és nagyon, a legjobb fizikumát hozza szerintem, meg agyban is nagyon otthon van, szóval hogy nagyon rendben van, és a boxot is nagyon vágja, úgyhogy azt gondolom, hogy ő tuti, hogy a saját súlyában ő szerintem meg fogja nyerni ezt a történetet, legalábbis hiszek benne. És az Evelynnek drukkolok elképesztően, mint Csajszinak, meg ki van az Árpa és a Brass Bence, az van a végén. Igen. A fogalmam sincs, hajrá mindkettő. Szeretem az Árpát egyébként, tényleg megszerettem, de a Bence is tök királyú boxol. Nem vagyok otthona, nem ütöttem meg életemben senkit, de érdekesnek tartom, de... Gyere! Tessék! Mentőt! Remélem! Na jó, hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Nagyon sok kellemes percet szereztetek, tényleg. Meg az egész csapat, az összes gyilkossal, árulóval, kastéllyal, Árpa Attilával, tutajjal és a logikai feladatokkal. Igen, ez nagyon csodálatos jó, volt. Köszönjük, hogy behoztad a végén. Igyekeztem. De nem dobok föl kérdést. Éppen felejtettem 3 napig, de köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük a lehetőséget. Kedves Blik nézők, ne felejtsetek el feliratkozni az összes csatornánkra, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, olvassátok a blik.hu-t, a Blikket, nézzétek a reggelit. Sziasztok!